Befizetetlen számlák. Majdnem 1 millió magyar tartozik az áramszolgáltatóknak. A gázszámlákat be nem fizetők hátraléka több mint 15 milliárd forint. Emelkedő árak. Egy év alatt közel harmadával lettek drágábbak a panellakások a megyei jogú városokban. Megújul a gyermekrehabilitáció. Intenzív terápiákkal, újfajta technológiai eszközökkel kezelik a jövőben a gyermekeket Nyíregyházán. Majdnem 1 millió magyar tartozik az áramszolgáltatóknak. A gázszámlákat be nem fizetők is sokan vannak. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Utóbbiak hátraléka több mint 15 milliárd forint. A Tigáz sajtó szóvivője televíziónk megkeresésére elmondta, a nem fizetők átlagosan 30 ezer forinttal tartoznak, de a fűtési szezon után apadni kezd a befizetetlen számlák száma. Felkapcsolva hagyott villany, áram alatti, azaz készenléti állapotban lévő televízió. Ezek is pörgetik a villanyórát, a legtöbben összesen közel 1 millióan villamos energiaszolgáltatójuknak tartoznak. De sokan a vízszámlát sem fizetik, persze több a tisztességes rezsifizető. A nyírségvíz 350 ezer felhasználójának 70%-a időben fizet. Hál' Istennek nekem nem volt tartozásom, és igyekszem, hogy ne is legyen. A rezsicsökkentés ellenére télen több mint 40 ezerrel emelkedett azoknak a fogyasztóknak a száma, akik nem tudták kifizetni számláikat, vagy már halmozódó tartozásukat. Én befizetem mindig, ami azt illeti. A nehezen is, de hát mindig befizetem. Volt tartozása valaha? Hát valaha, egy hónapról a kettőre. Ennyi. Nem csak a magánemberek, a lakóközösségek is tartoznak a szolgáltatóknak. A közös költségbe többek között a hulladékszállítás és a közös helyiségek víz- és áramellátása is beletartozik. Ha egy társasházban akad egy fogyasztó, aki nem fizeti a közös tulajdonú részek fenntartását, akár úgynevezett fizetési meghagyásos eljárást is indíthatnak, ez végrehajtással is járhat. Ilyenkor a nem fizető jövedelméből levonják tartozását, mondta az általunk megkeresett közös képviselő. Zagyi Sándor kiemelte, Nyíregyházán megdöbbentő összeggel tartozott az egyik 10 emeletes ház lakó közössége. 14 millió forintos közös költségtartozás halmozódott fel. Volt egy olyan hölgy közöttük, aki 5 év alatt egyetlen egy forintot se fizetett be. Végül is végrehajtási eljárással nem sikerült megoldani a dolgot, hanem a lift kezelővel közösen ki lett találva egy olyan rendszer, hogy csak az használhatja a liftet, aki hozzájárul a közös tulajdonú részek fenntartásához, vagyis a lift fenntartásához. Ez kapott egy proxy kártyát, és azzal indíthatja a liftet. Az említett nyíregyházi háznál 3 hónap alatt több mint 3 millió forinttal mérséklődött a közös költségtartozás. A földgázszolgáltatóknak is sokan nem fizetnek, összesen több mint 15 milliárd forinttal tartoznak. A legfontosabb, amit szeretnénk hangsúlyozni, az az, hogy a fogyasztók túlnyomó többsége rendesen fizeti a számláját. Az egyetemes szolgáltatás keretén belül a Tigáznál a felhasználóknak körülbelül 19%-a rendelkezik tartozással, és ami nagyon fontos, ezért is mondtam, hogy a fogyasztók túlnyomó többsége fizet, összességében a fogyasztók 4%-a az, aki lejárt tartozással rendelkezik. Átlagosan egy fogyasztónak a tartozása 30 ezer forint. Tartozás esetén a legtöbb szolgáltató részletfizetést is felajánl, ha ezt sem teljesíti a fogyasztó, akkor elkerülhetetlen a szolgáltatás kikapcsolása. Mint ismert, a Tigáz lakossági fogyasztói 2016. októberétől átkerülnek a fűgázhoz. Erről folyamatosan értesítik a fogyasztókat, ám fontos, hogyha a Tigáz kikapcsolta valahol szolgáltatását nem fizetés miatt, a fűgázhoz átkerülő érintetnél csak akkor kapcsolják vissza a gázt, ha már tartozását rendezte a Tigáz felé. Egy év alatt közel harmadával lettek drágábbak a panellakások a megyei jogú városokban. Nyíregyházán és Mátészalkán alig van eladó ebből az ingatlan típusból. Azonban amik piacra kerülnek, hamar gazdát találnak. Annak ellenére is, hogy az árak emelkedése jelentősen lassított a korábbi forgalmon.
alig van eladó panellakás Nyíregyházán, Máté Szalkán pedig jelenleg egy sem szerepel az ingatlan közvetítők kínálatában. A lakáspiac az elmúlt évben jelentős változáson ment át, a kereslet és az árak is folyamatosan emelkedtek. Mostanra úgy tűnik, hogy az eladók már nem tudják tovább emelni az áraikat, egyre nehezebben veszik meg a túlárazott ingatlanokat. Nyíregyházán átlagosan 27%-kal drágultak a panellakások. A Nyíregyház ingatlanpiacon a panellakások árai jelentősen nőttek az elmúlt egy évben. Azok a lakások, melyeket tavaly 6-7 millió körül kínáltunk eladásra, most közelítik a 8 millió forintos értéket. Ez a forgalomban egy picit lassítást eredményezett, mert akik eddig befektetési szándékkal vásároltak lakásokat, most már nem annyira vonzó számukra a 8 millió forintos panellakás. Máté Szalkán az ingatlan árak az országos átlaghoz képest kisebb mértékben, megközelítőleg 10%-kal emelkedtek. Itt azért nincsenek eladó panellakások, mert a vevők elkapkodják azokat. Az árak itt is folyamatosan emelkednek, de a kereslet kezd eltolódni az újépítésű lakások felé. Használt lakásvásárlásoknál inkább egy kicsit elkezdték felfelé küzdeni az árakat, tehát tekintettel arra, hogy meg a Magyarország bevezette a csokkot, ugye ez használt lakásoknál is érvényesül. Új lakásoknál több az érdeklődés, ugye mert ott elég magas összeget, főleg három gyerekeseknél elég magas összeget ad az állam vissza nem térítendő támogatást a csokknak köszönhetően. A megyeszékhelyeken átlagosan 272 ezer forintos négyzetméter árral kell számolniuk a panellakást keresőknek. Országosan 50%-kal több ilyen ingatlant hirdettek áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. Az elemzők szerint az átlagos értékesítési idő 2 hónap körül van. Intenzív terápiákkal, újfajta technológiai eszközökkel kezelik a jövőben a gyermekeket a Nyíregyházi Gyermekrehabilitációs Osztályon. A cél, hogy a gyerekek minél kevesebb szenvedéssel gyógyuljanak, fejlődjenek, valamint csökkenjen a fekvőbetegellátás. Évelején ebbe az épületbe költözött át a Józsa András Oktatókórház gyermekrehabilitációs részlege. A 16 éve létező osztály jövőjéről, az ellátás fejlesztéséről tartottak ma szakmai konferenciát, ahol a legfontosabb célként a fekvőbetegellátás csökkenését és az új módszerek bevezetését tűzték ki célul. Különböző sérüléseknek a gyógyítására az orvostudomány, a fizioterápia mindig újabb és újabb módszereket talál ki. Ezekhez különböző eszközök, módszerek, szakemberek kellenek, és ezeknek a kiképződése, megszerzése ez a jövő. Tehát, hogy a gyerekek minél kevesebb, minél kevesebb szenvedés árán jussanak el a fejlődési lehetőséghez, ebben sokat tud segíteni az új technika. Az osztályon éves szinten mintegy 100 ezer gyermek fordul meg, közülük 250-260 fekvőbeteg. A célok között szerepel ennek a számnak a csökkentése is. A jövő tekintetében arra szeretnénk hangsúlyt helyezni, hogy a gyerekeknek a rehabilitációját legkevesebbet fekvőbeteg formában lássuk el. Áttérnénk a nappali klinikai ellátási rendszerre. Ez azt jelenteni, hogy 2-3 hetes intenzív intervallum terápiákban gondolkozunk a gyerekek számára, és ehhez társulóan újabb terápiás lehetőségeket, terápiás tárházunk bővítését tervezzük. A főorvos elmondta, a megvalósításhoz a szakmai egyeztetéseken túl pályázati forrásra is szükségük lesz. Júnyájba hajtott egy vonat Nyíregyháza és Nyírtelek között egy vasúti átjárónál csütörtök este. Személyi sérülés nem történt, azonban az ütközés következtében mintegy 20 vemhes anyajú pusztult el. A műszaki mentés és a helyszínelés több órán keresztül tartott, a közlekedés rendjét 22 órakor állították helyre. A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése miatt nyomozást indított. Hamarosan ismét vágtáznak a megyebeli lovasok. A részletekről mindjárt szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Ismét ritka, védett virág jelent meg Újfehértó természetvédelmi területén. Nemrégiben találtak csipkés gyöngyvesszőket a településen, most pedig a pompás, sisakos kosbor virágzik az úgynevezett orchideás réten. Két fordulóval a zárás előtt a második helyezett Nagyecsed győzni tudott a listavezető Ibrány otthonában, továbbra is nyitott a bajnoki cím sorsa.
Jövő héten vasárnap rendezik meg a nyírségi Vágtát Dögén a Szabolcsi Lovas Fesztivál keretében. A Vágtán 16 lovas ül majd nyerekbe, közülük hárman Kárpátaljáról érkeznek. A legjobbak a Budapesti Nemzeti Vágtán mutathatják meg tudásukat szeptember közepén. Itt Dögén az Amekó Lovasklub területén lesz jövő héten június 3-ától 5-ig a Szabolcsi Lovas Fesztivál. Már javában zajlanak az előkészületek, a klub utánpótlás korú versenyzői pedig a lovakat készítik a következő megmérettetésre. A fesztivál 3 napja alatt számos programon vehetnek majd részt a sportbarátok. Lesz itt pénzdíjas díjugrató és fogadhajtó verseny, agárfutam, de színpadi produkciók is szórakoztatják majd a látogatókat. Vasárnap a hírességek is pályára lépnek. 7 órakor megrendezzük a hírességek celebek fogadhajtó versenyét, ami tavaly nagyon nagy népszerűségre tett szert. Lesz egy vágtatortánk, ami 2016 szeletes torta lesz, nemzeti címerrel, nemzeti lobogóval és egy vágtató lóval rajta, amit miniszter úr fog felvágni, és minden ember, az ott lévő látogatók ingyenesen fognak kapni egy nagyon finom vágtatortát. 15 órakor, remélem nem fogunk csúszni, de akkor lesz a 100. jubileumi nemzeti vágta előfutam, a nyírségi vágta döntője, amire természetesen 11 órakor már elkezdődnek az előfutamok. A nemzeti vágtát 2008 óta szervezik meg Budapesten. A versenyt olyan előfutamok előzik meg, mint a nyírségi vágta. Ezek célja, hogy a hősök terén már a legjobbak versenyezzenek. Az idejében 9. alkalommal szervezünk nemzeti vágtát, és az idejében 16 elővágtát rendezünk, melyből 12 határon belül, és büszkén mondhatom, hogy már 4 határon kívül kerül megrendezésre. A székely, a vajdasági, a felvidéki vágta után idén Szlovéniában Muravidék csatlakozik a nemzeti vágta elővágta sorozatához. A nemzeti vágta a magyar lovasokat hozza össze évről évre határon innen és túlról is. Ezért a kormány tervei szerint jövőre már az ország költségvetéséből biztosítanak majd forrást a rendezvény megszervezésére, jelentette be a nemzeti fejlesztési miniszter. A kormány most olyan erőterjesztést tett a magyar parlament felé, hogy a 2017 évi költségvetésben egy önálló soron 150 millió forintot biztosítsunk a nemzeti vágtának a finanszírozására, hogy ez elég, azt nem tudjuk, azt majd a szervezők el tudják, de ez biztos, hogy erre a pénzre számítani tudnak, tehát ő egy önálló költségvetési sor fog nyílni. Azt gondolom, hogy ezzel biztosítottuk a nemzeti vágta jövőjét. Az elmúlt években a nyírségi lovasok kiemelkedően teljesítettek a nemzeti vágtán. Suták Vanda és Gajdos Zsolt is első helyezettek lettek. Tavaly pedig Kaló Fanni, Döge lovasa a 3. helyre futott be a nemzetközi versenyen. Ismét ritka, védett virág jelent meg Újfehértó természetvédelmi területén. Nemrégiben találtak csipkés gyöngyvesszőket a településen, most pedig a pompás, sisakos kosbor virágzik az úgynevezett orchideás réten. Ennek eszmei értéke 10 000 forint, az újfehértói állomány több ezer darabra tehető. Ezeket a csipkés gyöngyvesszőket újfehértói közmunkások találták meg a régi temetőnél pár héttel ezelőtt. Eddig kihaltnak hitték a szakemberek, Újfehértón azonban 3 bokrot is találtak a növényből. A napokban egy másik védett növény, a pompás sisakos kosbor is virágozni kezdett, itt az orchideás réten. Talán nem mindenki tudja, hogy Újfehértón több 10 hektárnyi környezetvédelmi terület van. Itt olyan növények és virágok is megjelentek ebben az évben, amit nem mindig lehet látni. Ezek a pompás sisakos kosborok akár 30-40 cm-esek is lehetnek, már a jégkorszak óta élnek itt. Magyarországon védett növénynek számítanak, eszmei értékük 10 000 forint. Állományuk Újfehértón akár több ezer darab is lehet. Itt az Árpád-kori előtelepülésen, az egykori Micskén, természetes vizes területen jelennek meg. Újfehértón különleges növények és természetvédelmi területek is vannak, erre is büszkék a helyiek. Amiről a város a nevét is kapta, az a Fehér Szikes, ami tulajdonképpen egy ilyen só, amikor nagyon kiszáradt, ugye mi vízjárt a területen települtünk meg annak idején, és amikor nyár van, akkor kiszárad ez a terület, és egy ilyen fehér sóréteg keletkezik rajta, amit a régiek összegyűjtöttek, és egyrészt az állatoknak adták, a takarmányba keverve, illetve nagyon jó fehérítette a ruhát. Még mindig Újfehértón járunk, ez pedig egy újabb védett növény, a fátyolos nőszirom. Ez az árvatermő is védett hazánkban, eszmei értéke szintén 10 000 forint tövenként.
A feltűnően szép virágú növény, ha egyik évben virágzik, nem biztos, hogy a következő évben is megjelenik a területen. Magyarországon és Európa szerte egyaránt visszaszorulóban van a növény, ezért különösen veszélyeztetettnek számít. Két fordulóval a zárás előtt nyílt lett a bajnoki cím sorsa a labdarúgó megyei első osztályban, mivel a második helyezett Nagyecsed 2-0-ra győzni tudott a listavezető Ibrány otthonában. A Kemecse elbúcsúzott a megyei első osztálytól, amelynek hétvégi rangadóján a harmadik helyen álló Sínyő látogat Nagyecsedre. Elrontotta a bajnokavatásra készülő Ibrányiak ünnepi hangulatát a Nagyecsed, ugyanis Ádámszky Róbert együttese 2-0-ra nyert az Éllovas otthonában. Szintén idegenbeli sikerrel 3-1-re zárult a Nagyhalász Mándoki vendégjátéka. Két találkozó gólgazdag döntetlennel végződött, a Máté Szalka Gyula házamecs 4-4-es, a Tuzsér Kemecse mérkőzés pedig 3-3-as eredménnyel zárult. Három csapat tartott otthon a 3 pontot, a Baktalóránd-háza a Tiszavasvárit verte 4-0-ra, a Szakoly a Tiszakanyár győzte le 2-0-ra, a Sényű pedig a Nyírgyulajnál bizonyult jobbnak 2-1-re. Rendkívül izgalmas mérkőzésen sikerült otthon megvernünk a Nyírgyulaj csapatát. Mondom úgy, hogy érzésem szerint lehetett volna ebből egy könnyű meccs is, de nagyon sok helyzetet kihagytunk, ami ugye ilyenkor megbosszulta magát egy szöglet utáni szituációban, majd 10 emberre fogyatkoztunk, de így is sikerült még egy gólt elérnünk, bár az utolsó 20 percben nagyon keményen kellett vérekezni, hogy meg tudjuk tartani azt az egy gólos előnyünket. A tabella élén az Ibrány áll 54 ponttal, megelőzve az 52 pontos, de egy meccsel többet játszó Nagyecsedet. A harmadik Sényűnek és a negyedik Szakolynak egyaránt 46 pontja van. A 42 pontos Nyírgyulajt, a 41 pontos Tuzsér, a 37 pontos Máté Szalka és a 36 pontos Baktalórendháza követi. Az alsó régióban a Nagyhalásznak 24, a Gyulaházának 20 pontja van, a 15 pontos Kemecse pedig már kiesett a megyei első osztályból. A 29. forduló párosítása a következő: Máté Szalka Kemecse, Tiszavasvári Ibrány, Nagyecsed Sényű, Nyírgyulaj Szakoly, Gyulaháza Tiszalök, Nagyhalász Fehérgyarmat, Tiszakanyár Tuzsér és Mándok Baktalórendháza. Az országos főtáblán fejezte be a szezont az NSC Kosárlabda Akadémia fiúserdülő csapata. A Vajda Tamás által irányított együttes nem jutott be a hétvégi debreceni 8-as döntőbe, de a csapatjátékost adott a válogatott keretbe. A bajnokság előtt az országos főtáblára kerülést tűzte ki célként Vajda Tamás együttese, és a minimális tervet teljesítették is a serdülők. A szezon első szakasza volt sikeresebb a csapat számára, pedig már abban a periódusban is erős ellenfelekkel találkoztak a nyíregyháziak. A 10 győzelemmel és 4 vereséggel záruló alapszakasz követően a folytatásban az ország legerősebb együttesei ellen is pályára léptek a 13-14 éves srácok. A főtáblán 4 győzelmet arattak a fiatalok, akik 2 20 pont fölötti vereséget leszámítva a többi találkozón szoros csatában maradtak alul. Már itt a régión belül is olyan kosárlabda akadémiákkal kellett fővenni a harcot, akik már nem csak egy iskolából válogatnak, hanem városból, megyéből vagy akár országos szinten is. Még mondhatnánk, hogy a mi kis csapatunk ugye csak az apácai gyakorlóból 3 osztályra épül, és fővettük velük a harcot. A nyíregyháziak legeredményesebb játékosa a szezont 27 pontos átlaggal záró Bodnár Balázs volt. A 14. éves kosaras a válogatott edzőtáborában is megmutathatta tudását. Úgy gondolom, hogy sikeres évet zárhattam, szerencsére jól ment a játéka pályán. Végül csapatban is kihoztuk a maximumot. Hát természetesen jobban örültem volna én is, ha most egy országos döntőre készülünk a hétvégén, de ugye részt vettünk a kiemelt bajnokságban, és ezzel gondolom, hogy kihoztuk a maximumot tényleg a csapatból, és nekem is jól ment a játék. A serdülő csapat a hagyományokhoz híven június végéig edzésben marad, akkor egy egyhetes edzőtábor zárja majd a szezont. Ősztől a legjobbak a kadett korosztályban folytatják majd kosaras pályafutásukat. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Majdnem 1 millió magyar tartozik az áramszolgáltatóknak, a gázszámlákat be nem fizetők is sokan vannak. Utóbbiak hátraléka több mint 15 milliárd forint. A Tigáznál átlagosan 30 ezer forinttal tartoznak a nem fizetők, de a tapasztalat azt mutatja, fűtési szezon után apadni kezd a befizetetlen számlák száma. Egy év alatt közel harmadával lettek drágábbak a panellakások a megyei jogú városokban.
Nyíregyházán és Mátészalkán alig van eladó ebből az ingatlan típusból. Azonban amik piacra kerülnek, hamar gazdára találnak, annak ellenére is, hogy az árak emelkedése jelentősen lassított a korábbi forgalmon. Intenzív terápiákkal, újfajta technológiai eszközökkel kezelik a jövőben a gyermekeket a nyíregyházi gyermekrehabilitációs osztályon. A cél, hogy a gyerekek minél kevesebb szenvedéssel gyógyuljanak, valamint csökkenjen a fekvőbeteg ellátás. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 27-én pénteken, szombaton és vasárnap heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig friss hírekkel várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Tovább melegszik az idő, a Kárpát-medence fölé nyugat-délnyugat felől nagyobb nedvességtartalmú és néhány fokkal melegebb levegő áramlik. A sok napsütés mellett helyenként záporra, zivatarra is számítani kell, de emellett tovább erősödik a nappali felmelegedés. Este még helyi zápor, zivatar előfordulhat, majd késő estétől kiderül az ég. A változó irányú szél mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést. A délutáni időszakban zápor-zivatar előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, az esetlegesen kialakuló zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap tovább melegszik az idő, majd hétfőtől megemelkedik a légkörnedvesség tartalma, amely kedvező lesz záporok, zivatarok kialakulásához. Ugyanakkor a több felhő és a csapadék együttes hatására kissé gyengül a nappali felmelegedés, de továbbra is a sok évi átlag körül alakul.